Egy hordozóban érkeztek meg szerda reggel a kedden megtalált kis cicák a Győr Plusz rádióba. Befogadójuk a Puha Praclik Egyesület alelnöke mesélte el szomorú történetüket. A gyepmestői telepről telefonált nekem kora reggel a Rita, hogy van egy kis probléma, mert az ötvös parkban találtak egy hordozóban 5 darab kis cicát, és legyünk kedvesek segíteni. Hát sajnos így elsőre azt kell mondanom a Ritának, hogy nem tudunk segíteni, hiszen van nálunk 148 cica, és egyszerűen nincs kapacitásunk több cicát átvállalni. Próbáltam az önkénteseknél is segítséget kérni, meg az országos szervezeteknél is próbálkoztam, de sajnos nem jártunk sikerrel. Hát a Rita többször is hívott bennünket, az elnökünket is hívta, mindenkit, mindenhol megpróbált ő is segítséget találni a picúroknak, de hát nem járt sikerrel. Úgyhogy sajnos megint a szívemre hallgattam, vagy sajnos, vagy nem sajnos. Beültem az autóba munka után, és elmentem Ritához a kicsikért. Vittem magammal tápszert, elhívtam magammal egy önkéntesünket, aki ott helyben segített megcumisztatni a picúrokat. Mikor kiszedtük a hordozóból, amiben egyébként ki voltak dobva az ötvös parkba, hát meglepetésünkre nem 5 kicsi, hanem 6 kicsi tartózkodott. A kicsik egészségesek, de folyamatos törődést igényelnek. Cumisok 2-2,5 hetesek, úgyhogy 3-4 óránként etetni kell őket éjjel-nappal, tehát mostantól innentől kezdve nincsen sem éjjelem, sem nappalom, majd a munkahelyen valahogy megpróbálom őket megetetni, vagy az önkéntesek közül lesz, aki átjön hozzám és segít nekem ebbe. Hát 4-5 hetes korig azért mindenképpen cumisztatni kell őket, és olyan 5 hetes környékén el tudjuk kezdeni őket átállítani az önálló evésre. Onnantól kezdve még egy jó 3 hét, amíg mondjuk úgy, hogy el tudjuk őket vinni, és kaphatnak egy oltást. A Puha Praclik jelenleg 148 macskáról gondoskodnak, ezért a befogadott kicsik ellátásához segítséget kérnek. Mindent is keresünk, ugye így most már a létszám 154-re növekedett nálunk. Elsősorban gazdikat várunk, hiszen a 154 cicából összesen 4 gazdi jelöltünk van. Jóval több cicának tudnánk segíteni, hogyha nálunk lévő cicák gazdisodnának, így a helyükre jöhetnének újabb cicák. Mindemellett szükségünk van mindenképpen segítségre az anyagiak terén, az eredel, illetve az alom terén is. A Puha Praclik az ivartalanításban is segíti a felelős állattartókat. A csapatunk minden tagja az ivartalanítás elkötelezett híve, az orvosaink is a hátunk mögött állnak, úgyhogy volt egy megállapodásunk, hogy ebben az évben kedvezményes áron tudják ivartalanítani azokat a cicákat, akik rajtunk keresztül kerülnek oda hozzá. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Tudjuk nagyon jól, hogy elég drága egy nőstény ivartalanítás a mai világban, de így, hogy mi tudunk kedvezményt biztosítani, szerintem sokkal könnyebb volna ezt a feladatot mindenkinek megoldania. Az egyesületnél folyamatosan várják azok jelentkezését, akik macskát fogadnának örökbe, akár a most megtalált kicsik pótszüleit is keresik.